Stekli Zsuzsa Zománc műves az elmúlt 3 év alatt készített alkotásait hozta el pápára. Jelenleg éppen 50 darab kép van itt, 3 darab asztallap nagyságú nagy zománc. Stekli Zsuzsa 33 éve foglalkozik zománc készítéssel. Ahogy mondja, számára az a fontos, hogy megörökítse a pillanat szépségét, egy mozdulatot, egy bájos nőt vagy a virág lelkét. Mégpedig úgy, hogy a képekből béke, harmónia és reménység sugározzon. Sikeres évet zárt tanulmányi versenyeredmények tekintetében is a Türr Gimnázium. Kiválóan szerepelt idén is az iskola az országos középiskolai tanulmányi versenyeken. Az országos döntőbe 8 diák szerepelt a Türrből, közülük filozófiából Mészáros Dorottya 3., Maróti Fanni 5., Németh Anna 9., Csurgai Anna 10. helyet szerzett. Földrajzból Kertész Dávid a 14., informatikából Zsuponics Márk ugyancsak a 14. helyen végzett. Az OKTV-n kívül más országos versenyeken is kiváló eredményeket értek el a türösök. A Budapesti Műszaki Egyetem energetikai versenyén a 2. és a 3. helyet is megszerezték. A Lesz Nándor földrajzversenyen 3. és 11., a Kozma László informatika versenyen 5., a Fülemüle országos informatika versenyen 2. helyezést értek el. A Helikonon is kitűnően szerepeltek a Türr diákjai, 3 fődíjat is elnyertek. Wieser Dávid komoly zene szólóének, Varga Benedek képzőművészet fotó, Tegyi Kornél vers és prózamondás kategóriában bizonyult a legjobbnak. 1978-ban adták át a Fáy András lakótelepi óvodát, akkor még 4 csoport működött az intézményben, mely mára 6 gyermekcsoportot tud fogadni. 5 éve az intézmény kiemelt feladata a migráns gyerekek fogadása, melyhez több sikeres pályázat is kapcsolódik. A szülinapi gyereknapi programok már kora délelőtt elkezdődtek. Volt vidám zenés torna, akadálypálya, de baglyokat is készíthettek a gyerekek Nyulasi József fafaragóval. Délután a születésnapi ceremónián Unger Tamás alpolgármester is köszöntötte a jubiláló intézményt, s méltatta az óvodában folyó magas színvonalú szakmai munkát, mellyel a nem magyar anyanyelvű gyerekek nevelését végzik. Az ünnepen a Napraforgó és a Galagone csoportosok adtak műsort, s mindenki örült a finom tortának is.